Jó estét kívánok! Nos tehát, drága barátaim az Úrban, nyakunkon az advent, és én úgy gondolom, hogy a közelgő ünnepkör jegyében felütném én a családi albumot. Történt pedig, hogy az én születésem napja, november 20-a, ezt csak így zárójelbe fűzöm hozzá, még csak-csak elmúlott valahogy. Anyám és nagyanyám elkészítették családi recept szerint a csokoládé tortát, amely lisztet nem tartalmazott, hanem mit? Dióbelet darálva. Daráldiót. Ímeítő volt. Barack lekvárral és csokoládémásszal. Így szétomlott a szájban, mint az ábó 56. október 23-án. Szétparlott. És talán ez az a hely, ahol azonnal és melegében leplezzük le a Zacher-tortát. Hát az, hogy annyi szar kávét, mint Ausztriában, a földön nem lehet meginni, bár ezt hol ein Braunernak, hol Melange-nak, hol Café Complet-nak nevezik, de hát ez a szubhumán édesipari készítmény, amelyben ilyen jelzett barack lekvár lapul, és azt gondolják, hogy ez azért elegáns, mert Zacher feliratú fa dobozban lehet hozzájutni, elfogyasztani viszont csak hatszoros mennyiségű tejszínhabban lehet. Hát az egy ilyen similabda szárazságú emberi fogyasztásra alkalmatlan tévedés, kérem szépen. Na visszatérve az én születésem napjára, elfújtuk a gyertyákat, a tortához kaptam én még egy norvég mintás pulóvert. Mindenki norvég mintás pulóvert kapott abban az időben. Ennek az oka nem öncélú divatozás volt, hanem az, hogy 10 dekánál több egyszínű fonala senkinek nem volt. Tehát úgy rebesgették, hogy a fintáik a másodikon kaptak csomagból, nekik van 15 deka moher. De ezt nem hittük. Ezt egy kicsit a csodák kategóriájába utaltuk, olyan pulóverekbe öltözködtünk, mint amelyet a Riói Kaland című filmben lehetett látni autóformájában, tehát rózsaszín alapon zöld csillagokkal, mikor mondja a kisrác Belmondónak, hogy milyen autót szerezzen, és akkor az a következő jelenetben ott van. Na, a gyertya elfújása után anyám haladéktalan sóhajtozásba kezdett. De mi lesz karácsony? Apám mondta, hogy hát angyalka, mi lenne, eddig is volt valahogy, most majd ezután is lesz. Egyébként olykor apám is sóhajtozott, ő egy úgynevezett másként sóhajtozó volt. Ő azt mondta nekem, hogy kisfiam, mi lesz nyáron? Hát mondom, mi lenne, papa? Kék túra kirándulást teszünk a Vöröskő sziklára, de kisfiam, mi lesz nyáron? Hát mondom, kilbótod vérlünk római fürdőn, és felhaladunk Kisoroszival. Kisfiam, de mi lesz nyáron, ha már most ilyen büdös a lábad? A 60-as évek gyöngéd váját többek között az adta meg, hogy mindenki mindenre ráért. Tehát egy, nem tombolt ez a menedzser típusú önmegvalósítás, másodszor mindenki csóró volt, nem volt szégyen különösképpen szegénynek lenni. Nálunk a karácsonyi ünnepkör anyagi alapját a dió jelentette. Dióból őstermelőnek számítottunk, 6 nagy diófa állt még akkor a leányfalusi kertben, amelyet derék szüleim az én születésem napja után elkezdtek tisztítani, abból a célból, hogy ennek egy részét eladják, a dióbél akkor is drága volt, és hát ebből a fa alá helyezzenek még egy pulóvert. Apám 5-kor hazajött az irodából, nem volt akkor túl munka. 5 perccel már mindenki ballonnal a karján, egy spanglival rajtra készen állt, és pontban 5-kor kilépett a vállalattól. Végig sétált az Andrássy úton, útközben a Negro Presszóban elfogyasztott egy dupla fekete kávét, megbeszélte a Totó és Lottó eredményeket. Majd 5 óra 13-kor landolt a bérleményben. Ekkor ő nyugati rokonoktól levetett kitűnő minőségű tweed zakóját, elhelyezte a szék támláján, amelyet anyám nehezményezett, de apám ezt ott látta helyesnek. Mindig fehérinkben és nyakkendőben volt, máshogy soha nem láttam. És a diótöréshez elővette egy középszürke őzbőr kesztyűt, amely valahogyan elkerülte a különböző ukrán frontok figyelmét.
és jelentkezett a konyhában anyámnál szolgálattétel. A konyhaasztal sarkán édesanyám egy rész mozsarat készített elejbe, megfordítva, és egy kalapácsot. Hát apám ült ott egy kicsit ilyen indignálódott képpel. Papa tört, mama tisztított. Apám nem volt túlságosan kezekész ember, hogyha szabad a szavakész analógiájára ezt az új szót bevezetnem a köztudatba. Négy típusú ütést dolgozott ő ki. Egy. El se találta, vagy egy picit, és olyankor a konyhában elcsángált dióta megváltó, meglehetősen profán kontextusú emlegetése közepette szuszogva próbálta behorgászni, és közben egy-egy galambocskát is a légtérbe engedett. Ez volt az ő kvázi civil ellenállása, avval a kényszer munkával szemben, ugye, ami drága jó anyám rá oktroját. A második típus az volt, hogy eltalálta ugyan a papa, de nem egészen jól, és akkor ilyen kartács tűz borította be a konyhát. Ilyenkor nem lehetett, egyébként se nagyon lehetett bemenni, de ilyenkor, hogyha akartál kenni egy zsíros deszkát, akkor csak térkönyök helyzetben, mint Ryan közlegény, kígyózhattál át a konyhaasztal lábai között a kartács tűzben. Ugye, néha egy-egy dióhéj annyira fölgyorsult, hogy belefúrodott a Creedence Clearwater Revivalbe, és akkor jöttek a mérsékeltebb történelmi rálátással rendelkező rokonok és ismerősök, és kérdezték álszem pofával, hogy Sanyi bácsi háborús sérül, és mondtuk nem, teljesen békés diótisztítás. Na kérem szépen, a harmadik típust ezt gyakorlatilag zárójelbe tehetjük, az lett volna az, hogy a papa jól eltalálja a diót úgy, ahogy kell. Volt végül pedig az, amikor papa telejébe találta tiszta erőből a diót, és ilyenkor ebből egy jellemtelen lepény keletkezett, ahol már a hajat a béltől emberrel nem választott. Ebből próbált aztán anyám számunkra beiglit ácsolni, amileg folyamányaként a család olyik tagja elvándorolt az új esztendőben Zubrovicshoz. Ő volt mamának a fogtechnikusa, és ott hagyott egy kisebb készpénz összeget. Magát a produktumot három csoportba osztották, drága jó szüleim. A legszebbek kerültek eladásra, a kevésbé szépek, azok paraszolvencia csomagokká alakultak, és ezeket orvosok, házmesterek és egyéb notabilitások kapták. Előbbiek, hogy meggyógyítsanak, az utóbbiek, hogy ne jelentsenek fel. A középszarból a rokonoknak állított össze édesanyám, ilyen birsalmával, befőttel és mi egymással kiegészített, zizegős papírba csomagolt, szeretett összeállításokat, és hát a leggyöngébbekből próbált aztán a már apostrofált körülmények között beillít ácsolni a család részére. Apám ette a diót közben. Ezt anyám nehezményezte s joggal. Apám természetesen megpróbálta a legszebbeket elfogyasztani. Ez apámnak valami fajta lázadása volt. Szegény úgy halt meg, hogy 16 évesnél fiatalabb baracklekvárt életében nem evett. Nálunk friss baracklekvárt enni, amely köztudottan a kéje-kéje, az élvezetek csimborasszója nem lehetett. Kérem szépen, nagyanyámék 16-ban jöttek Erdélyből, a József költő lakásban én még láttam 1916-os évjáratú balaszlekvárt, alatt a kis címke, újrafőzve 45-ben. Más megpróbálta levágni a lónak a combját, talicskázta a romot, jött haza a hadifogságból, ezek meg? Átrottyantották a baraszlekvárt, ez volt a legfontosabb. 16 évesnél fiatalabb baraszlekvárt nem ettünk. Kérem szépen, 40 éves voltam pontosan, amikor úgy gondoltam, hogy férfi koromban új korszakot nyitok, megelégelvén mindezt. Délelőtt 11-kor a langyos duncból kivettem a baraszlekvárt. Kanállal betörtem a celofánt, mint az oroszok puskatussal a boros hordókat. És egy álló helyemben 3/4 liter baraszlekvárt kanalasztam be. Annál jobb a világon. Szemem láttára történt, egy reggel kimegyek a konyhába, atyám ott áll, hátul vonalkódos, elől kicsikét sáfrányos, habsejem alsó nadrágjában, és kalapáccsal üti le a teve szarrá tömbösödött baraszlekvárról az üveget.
majd utána az én barkács készletemből elcsent lombfűrésszel próbálta szeletelni. És expanderezte rá a kivétel nélkül mindig teljes egészében elégett pirítósra. Az öreg reggel mindig ilyen kis füstbe imbolygott, azt mondta, nem baj, karbomedicinális teszünk, orvosi szeret. Úgy hozta a sors, hogy a történelmi hullámverések folyamányaként családtagjaink jelentős része nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országokat választott lakóhelyéül. Ezt akkor úgy hívták, hogy diszidált. Az öreg mindig füstölt és mindig elégett a pirítós. Ha a nyugati rokonoktól, akik Tókiótól Japánig laktak a világ minden részében, 30 év alatt 25 automata pirítós nem kapott az öreg, akkor egyet se. Volt, amelyik már énekelte a Yankee Doodle-t, 6 fokozatú, zenél, fejreáll, mindent csináltak az ég egyadta a világon, csak nem be is pippantották a V-harcost. Akit azonban nem lehetett megtéveszteni. És itt jön a kompatibilitás problémája. Nem volt formakenyér. Az öreg 4 centi vastagon megküldte a 360-ast, ketté vágta, zameg bele, na, hogy az minden pirítóst eldugít, úgyhogy nincs az az automata pirítós, ami ezt ki tudja dobni magába. Ugye, kenyérből is mindig a tegnapit. Egyetlen egyszer kellett volna azt a 1,5 kiló kenyeret kidobni, és friss kenyeret ehettünk volna egész évben. Nem! Almából is, előbb a kis hibásat, kisfiam. Rohadt almát ettünk egész évben. Aztán, ha már teljesen megrohadt, akkor még mindig maradt a menekülés vékony ösvénye, a gyümölcs saláta. Kérem, ennek eklatáns iskola példája volt a Moszkva téri avtomat. Az első szovjet kávé automata. Nekünk nem kellett Jean-Paul Sartre-t, Camus-t vagy Kafkát olvasnunk, hogyha az egzisztencialista életérzést át akartuk élni teljes egészében, elég volt elvándorolni a Moszkva téri automata. Bedobtad a bélást, és azt követőleg feltartóztathatatlanul egy gyanús, fekete lész zubogott a rácsra. Forrón és megállíthatatlan. Nem volt ott üzemi négyszög, pártalapszervezet, beszéljük meg a problémát, ombudsman, hágai bíróság. Végig kellett nézned, amint a 2 forintod elfoly. Ugye a pesti feketének van egy előnye, egy hátránya és egy titka. Az előnye, hogy nincs benne pótkávé, a hátránya, hogy nincs benne kávé, és a titka, hogy mitől fekete. Ez egy háború utáni régi-régi pesti vicc, de ez erre a lére is igen csak ráillik, és miután relatíve kevés ember hord a zsebében összecsukható turista poharat, nem igen lehetett a dolgot felfogni. És utána, hogy megaláztatásunk sztálini szeszéllyel tökéletessé váljék. Mit tett az automata? Rápöttyentett egy pohar. Na már most azt mondták, hogy kollektív társadalom vagyunk, de addig az önszerveződési minimumig sem voltunk képesek eljutni, hogy egy valaki otthagyta volna a pohar. Az összes többi a sorban már nyugodtan pohárban itta volna a kávét. Nem. Volt, akik lenne fisse, gute fisse alapon elvitte palántálni, mások pedig szilajkanásztáncot lejtettek rajta, és megpróbálták dühüket valamilyen módon kitombolni a Moszkva téri flaszterem. Szép ünnep a karácsony, különösen az előkészületek, mondotta volt Lojzi nagyapám. Advent első vasárnapját követőleg édesanyámonak nyilvánvaló elmebaj jelei kezdtek mutatkozni. Szemében Martinovics Ignácos fény gyúlt, és estelente különböző cekkerekkel, akkor még ilyen csomagoló papírt se igen lehetett kapni, gyűjtöttük a külföldi csomagokról a szalagokat, meg a különböző zsinórzatokat. Összeállította ezeket a szeretett csomagokat. Tehát mi volt ilyen kis sejempapírba, becsomagolt egy kis diót, akkor Röltex rózsinál lehetett ilyen kis aranyszálat, valamit kapni. Kérem, nálunk a birsalma sajt az úgy csurgott le a szekrényen, mint Salvador Dali elfolyt idő című képén az óra számlap. És én olyan 6-7 éves gyerekként így húzott anyám maga után, mint a lóbőrt, ronda, düszter időbe, világítatlan mellékutcákon kerestünk fel különböző nagynéniket és nagybácsikat, akik kitelepítésből jöttek, és 3-4 szoba bútorral
laktak viceházmesteri lakásokban, garázsokban, lépcsőfordulókban, lichthofokban, mizerábilis körülmények között, kicsi büdösség, mindenki kicsit büdös volt, ilyen 80 év körüli hölgyeket és urakat tessenek elképzelni. Na most az érdekessége az volt, hogy ők a mizerábilis körülmények közepette is tartották magukat. Egy úriasszony, Évikém, smink nélkül még a szemetet sem. Tartották a formát, olyan szegények voltak, hogy szemetük sem volt. De akkora nyomorba nem tudtak jutni, hogy 6 forintos lengyel rúzsal egy picikét ők nem aszatolták volna magukat. Édeseim mindig egy kicsit úgy elrajzolták, meg egy kis rúzsi jutott a protkóra, de divatoztak erősen. Na most ezeknek a drága tantiknak áldott legyen az emlékük, felső ajka fölött bizony-bizony kis bajusz serkedett már az idő előre haladtával, illetve az arcokon lévő bibircsókokból szőrvirágok bontották szirmaikat. Hogy ők ezt valamiképpen eliminálják, 1 forint 60 fillér per zacskó áron kiszerelt Opera Luxus kőpúderrel próbálták ezt a dolgot elpacsmagolni. Na már most nekem ezt az összes nagynénit meg kellett puszilni. Hát kérem, ez egy 6 éves gyerek perspektívájából ez szörnyű. És akkor nem puszilni, nem puszilni, de nem puszilni, nem a faszom puszilni a Minci nénit. Borzasztó, borzasztó volt, akkor nem kap sütemény, nem baj. Én már tudtam ugyanis, hogy milyen süteményekre számíthatok. Vették a vitrénből a cellofánnal letakart terefere linzert, amely már az előző évben is 6 éves volt. Úgyhogy minket apámmal nem lehetett megtéveszteni. Mi már reggeliztünk, ebédeltünk, vacsoráztunk, kusonáztunk, 10 óra isztunk, Atomkraft nein, danke, köszönjük szépen. Ha abból a kicsi diópálinkából még lenne a háznál, mondta apám rezignáltan, arra rámennénk, mire Minci, aki anyám szerint hazudott egész életében, széttárta a kezét, és azt mondta, gyerekek, az idén nem is volt dió. Hát láttam, hogy ilyen villámok cikáznak atyám arcán, hogy rád nem szakad a rabic. Hát mi vittünk nyár derekán, herrefonnyasztó júliusban, 2 cekker zöld diót, ugye, ami ehhez kell. No, hát ezt nem kaptunk. Mindezek után a cúgos lépcsőházban, ugye mert én is kaptam puszikat, tehát a lengyel rúzs rajtam is így lerakódott, anyám a cúgos lépcsőházban elővette a zsebkendőjét, nyálazd meg! És így leradírozta a pofámat, amit utána kifújt a cúg, belöktek egy hideg villamosba nedves kabátok közé. Rettenetes. Én kérem szépen egy ilyen adventi ünnepkörben egy uszkve másfél kiló Opera Luxus kőpúdert nyaltam be. Ehhez járult még egy kedves barátomnál a kötelező bodzaszörp. Úgyhogy én azt gondolom, hogy agybéli elfajzásomnak 2 nagyon komoly gyökere van. Az egyik a benyalt Opera Luxus kőpúder, a másik a mérhetetlen mennyiségű egészségesnek gondolt bodzaszörp belénk diktálása. Közeledett 23-a a beigli készre rántásának napja. A hamleti kérdés úgy hangzott ez ügyben. Reped? Vagy nem reped? A Tarkovszki Andrej Rubljov című filmjében látható harangöntés az kutyagumi ahhoz képest, ami nálunk itt izgalomban elő volt adva. A beigli nálunk nagyanyám receptje szerint készült. Ő híres sütő és főzőasszony volt. Sokan és gyakran kérték receptjeit. Egy ilyen beigli recept átadásnak én is tanúja voltam. Nagymamámó, persze, anyikám, parancsol, kis liszt, kis zöldalékát, kicsit megpiadatat. Mincik el. Mondom, nagymama, és mit szorongatsz te itt a kis párnás kezecskédben? Azt mondja, jaj, hát ez egy kis szárított narancshéj, azt nem kell tudni a mincinek. Ezt még Erdélyből hoztam, 1916 óta cukorban áll, és ez nagyon jót tesz a mákos töltelékbe. Mondom, és ez egy kis mazsola. Hát azt se kell a mincinek tudni, ez a dióba kerül bele, mert nagyon jól árnyalja az ízét. Magyarán szólva, nagyanyám őrizte a know-how-t, mint Artúr király lovagjai a Szent Grál titkát. Szerintem anyámnak se árult el minden. Anyám is egy picit mindig megrepett. Nagyon tartalmilag, nagyon finom beiglit csinált, de egy kicsikét megrepett. A csattanó ünnep után következett, amikor meglátogattuk beigli só céljából azokat a rokonokat, akik nagymama receptje alapján feltálalták
a Beiglinek alig nevezhető jellemtelenné parlott tünemény tömeget. Nagymama még nyújtotta a percet, mint udvaros Dorottya. Föltette a szemüvegét, és egy picit bejelentkezett Degecre. Manyikám megrepett. Mondtam, hogy a Beigli lelke a pihentetés. Ej, na jó, adta meg aztán a feloldozást. Ezek a mai lisztek már nem olyanok, mint az erdélyi kétszer őrölt vízimalmi lisztek. Unza Wächter, Unza Ford. Apám és nagyanyám, akik lábzsákészítésben, az úgynevezett plümó gyártásban voltak rendkívül erősek, nagyanyám imádta apámat, és apámnak nagy vágya volt, hogy egy toll plümója legyen. Nem tudom, talán ezt a szót ma már senki nem ismeri. Ugye apám a fotelt is fotőnek mondta, és én mindig szégyellettem magam az osztálytársaim előtt, mert azt hittem, hogy az én drága apám nem normális, hogy a fotelre miért mondja ő, hogy fotő, és miért akar állandóan plümót gyártani. Na, én csak azt akartam ebben hangsúlyozni, hogy atyám és nagyanyám meglehetősen egy húron pendültek, és a Beiglivel kapcsolatban, amelyről ugye atyám mindig mondta anyámnak, hogy angyalka, émejítő gazdagsággal a tölteléket. A tészta csak jelzés. Ez volt a kiinduló pont, de volt neki egy fájdalma a Beigli vonatkozásában. Nevezetesen a Beigli kicsikét olyan, mint az élet. A vége nem. Amikor már így a vége felé haladt a kínálás, mi egyre inkább elkezdtünk nem kérni. Ugye, amikor már hörgött a szódaszifon, ó, nein, mi már nem innánk szörpöt, mert annak kellett csinálni. Hogyha megyünk ugyebár a Beigli vége felé, akkor ott következik a bumszli, amiben már nincs töltelék, ugye, az egy ilyen száraz tésztagubó. Na ezt a kérdést nagyanyám és atyám megoldották, urológiai módszerekkel a nagymúter így becsocsózott még oda a végébe is valahogyan tölteléket, és utána heggesztette le a cuccot. No, elég az hozzá, megvirradt 23-a a nagy nap. Anyámmal nem igen lehetett beszélni. Apám mondta mindig, hogyha meg akarod tudni, mit akar a feleséged, őre 5 percre újságot olvasni. Atyám, hogy nem, ezen a napon otthon tartózkodott. Na most tudni kell azért, hogy nagyanyám és anyám mesterek voltak a környezet foglalkoztatásában. Édesanyám ekkor a Speedy González epitetot ordánzt viselte. Nem tudott hozzánk annyi gyerek jönni, akinek ő ne talált volna feladatot. Ha kijöttek Leányfalura, mindig akkor, ha nem Gerebi, akkor volt Kapa, ha nem Kapa, akkor Meciolo, szóval valami mindig volt. Később aztán, mikor édesanyám már a Herbert von Karajan nevet kapta egy német barátomtól, jöttek német cseregyerekek, akiket reggel 8-kor föl is zavartunk a málnásba. Szerencsétlenek este 8-kor holt éhesen, totálisan leégve, hólyagokkal, rózsaszín puha bőrükön jöttek le, ugye, mert a németek nem tudják, hogy abba is lehet hagyni. Nem? Erre mi már ott rájöttünk. Szóval muter ezekbe verhetetlen volt, pláne ahogy haladt a dolog vészjóslóan a 24-i apokalipszis felé, hát nyilvánvaló, hogy apám is mind nehezebben talált nyugodalmat. Na elég az hozzá. Fater tépródik ott, mint a szaró galamb, tudtam, hogy mit akar, leszeretne menni a szemközti különlegességi, ma ismét Lukács, régebben Lukács cukrászdába, hogy csesztetésmentesen egy dupla kávét elfogyasztani egy nagy burgonya társaságában, és áttanulmányozza a nyugodt körülmények között az aktuális lapokat, amelynek száma akkor azért nem volt észvesztően nagy. Na de erre valamit ki kellett találni. Ezért ő furmányosan a következőt eszelte ki. Angyalka, mondta anyámnak ilyen álszent pofával, szerzek egy kis narancsot. Hát kérem szépen, én narancsot csak a Pallas Lexikon narancs szócikkének illusztrációja formájában láttam, tehát arra, hogy az én atyám délelőtt 10:30-kor 1963. december 23-án narancsot szerez egy 2 milliós világvárosban, erre semmi esély nem volt. Zero, null.
Évekkel később történt az meg, hogy egy fotoriporter barátom, pontosabban az édesapja volt fotoriporter, és egy kicsit jobban éltek, mint az átlag, és a hűtőszekrényen Electrolux az IKEA-ból svéd hideg volt benne. Ez mennyire más? És a tetején volt műanyagból egy gyümölcstál. És amikor elfordultak, én úgy rábuktam a műanyag banára, mint Gyöngyúk a takonyra. Ez megtörtént, szik, ez most filológiai tény, és nem a non-fiction fictionnel való megfejelése, kérem, mert nem láttam még banánt, és fogalmam sem volt, hogy hogy kell enni. Hát aztán már kapcsoltam, hogy ez fröccsöntött, de a gesztus az kétséget kizáróan megvolt. Néha karácsony előtt hajfai importból, de azt nem lehetett bevallani, ezért különböző bolgár és román külker vállalatok közbe iktatásával érkeztek hangulatjavító datoják és hervatag narancsok, de hát ehhez az ember nem jutott hozzá, meg sorba kellett állni, meg szóval de facto nem láttunk mi ilyet, úgyhogy atyámnak ez a kijelentése az utópiák kategóriájába tartozott, de hogy szegény atyám mondta mindig, némileg a rendszerre is utalva, hogy az utópiák megvalósításától őrizkedjünk, de ne mondjunk le róla. Én biztos voltam benne, hogy semmi más szándék nem vezérli, mint hogy a szemközti különlegességét cukrászdában eltöltsön egy órácskát. Annak idején én is sokat jártam vele oda. Hát én kérem, nem kettes nevelésben részesültem, hogy más körülött otthon mondani, és mást az iskolában, én legalább hatosban, mert más körülött anyámnak, más körülött nagyanyámnak, más körülött a keresztapámnak, főleg. Úgyhogy mentünk faterral a különlegességi cukrászdába, a borra való zárójelbetételével állva fogyasztás természetesen, de a kasszánál atyám egy dupla kávét és egy nagy burgonyát kért, majd rám pillantott, de ne mondd anyádnak. És én természetesen, hát ezzel úgy gondoltam, hogy be vagyok avatva a férfi társadalomba, és mint egy cinkosává váltam az én imádott apámnak, én kaptam egy málna szörpöt és egy kis burgonyát. Az volt akkor, amint ma a burgonya, mert ma egyméretű generál burgonya van, ha van. Kerek asztal volt, két szintes, én alul küzdöttem, az apám aktatáskája és a kalapja között próbáltam, ugye, de gyereknek nem olyan könnyű azt a burgonyát elvágni. És akkor időként felpillantottam, atyámnak volt egy fantasztikus produkciója, amikor 45 végén hazajött a néhány hónapnyi székesfehérvári orosz gyűjtőtáborban való üdülésből, nagyon jól megúszta, tegyük hozzá, akkor felvette a Takarékpénztárok és Bankok Egyesületénél másfél évi fizetését, elhaladt a Zserbó cukrászdába, vásárolt 46 darab minyont, amelyet ott a helyszínen elfogyasztott. Hogy ezt hogy élte túl, ez belgyógyászati rejtély. De a 46 minyonra kérem szépen tanúk vannak. Az megvan, ugye, hogy Szergej Szergejevics hazajön a gulágról 24 évi kényszermunka után 1564 rubel 51 kopek fizetéssel berombol a kaszinóba, rárakja az egészet a pirosra és elveszti. Majd ennyit mond. Easy come, easy go. Könnyen jött, könnyen ment. Hát apám is valahogy így volt ezzel a krumpli minyonnal. Na hát a fentiekből deriválható, hogy neki a krumpli minyon fogyasztásban meglehetős rutinja volt. Ő meg tudta azt csinálni, hogy egyszerre helyezte el eme édes árut szájüregében, majd elkiáltotta magát, hogy most mondd, hogy pfaff! Mondhatott volna egy másik varrógép márkát is, mondjuk a Zingert, de attól nem szállt volna a kakaópor így titokzatosan, és én csodáltam apámat, hogy hogy hordhat ilyen embert a föld a hátán. Úgy nézett ki, kérem, hogy ott a mosatlan ablakok ugye tele volt cigizve az egész helyiség, mint Andrzej Vajda Hamu és Gyémán című filmének záró jelenet. 56 után a svájci rokonoktól, miután látták a kinti sajtóban, hogy barrikádok a Pesti utcán, kaptunk kettő pár bilgerli csizmát, és egy pár úgynevezett gojzer varrott, tehát kézzel varrott rettenetes bakkancsot két kával. Hát ez a hova megy vikendre két kával, nem is a feleségemmel. Na.
Hát apám egyetlen egyszer fölvette a perzsa szőnyegen ezt a bilgerli csizmát, úgy nézett ki benne, mint Jávor Pál, amikor intézőt alakít. Hozzátéve, hogy atyámnak vigyázállásban is át lehetett lőni a lába között egy ötös focit. Hát ő ezt egész egyszerűen huszárosnak nevezte, úgyhogy ezt a csizmát nem is nagyon használtuk, ezt elküldtük nagybátyámnak, aki török koppányban működött, mint nőorvos és bába. Annyira kicsi volt a körzet, szapám mindig zrikálta, aztán nőorvos és bába. Na, ő ezeket ott jól elhasználta, de ezt a bizonyos bakancsot az öreg időnként föllette. Ez történt most is. Magára senderítette amerikai tiszti ballonját, hogy hogy tudta börtönbüntetés nélkül ebbe átzsesszelni az 50-es éveket, ezt a mai napig nem értem. Ezt tetszett neki, mert valami becidzálasztató bélés volt benne, meg jó zsebek, meg minden. Latyakos idő volt. Öreg elcsattog a rettenetes Bergsteigereken. Anyám magára zárja a labort. Ilyenkor már a húsvágó bárdok és a kukta fazek, akik álltak a levegőbe. Egy óra múlva szólít anyám. Hely, mondom, hát lehet krémet tunkolni, meg tészta nyesedéket enni, mentem én örömmel, nem kellett kétszer mondani. Anyám kinyitja a sütőt, kihúzza a tepsit. Hát az olyan volt, mint egy Betlehem. Csak nem egy kis Jézus volt benne, rögtön négy. Két mákos kis Jézus, két diós kis Jézus. Isten illat. Nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy itt a beltartalommal nem lehet probléma, és lásd csodát, ez alkalommal anyám szinte repedésmentes felületet produkál. Kifürkészhetetlen kategorikus imperatívusztól vezérelve, egy hirtelen mozdulattal kiemelte a tepsit, és hűlni tette a konyhakőre, miután máshol nem volt hely, hiszen mindenütt különböző állatok vívták haláltúsájukat, ő pedig már a még meleg sütőbe, abból a lendületből helyezte be az ördögi sóst. Egy óra múlva csöngetnek. Atyám áll az ajtóban. S lásd csodát, szerzett narancsot. Megemelte a stanitzlit, mint a pap az oltári szentséget, benne a másfél kilónyi narancssal, és az idvezültek mosolyával megindult a konyhán keresztül átlós irányban, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy a spájzban helyesen éléskamra nehezen beszerzett narancs porcióját biztonságba helyezze. Kérem szépen, ami ezután történt, arról esztendőkig nem beszéltünk. Ez a kis konyhai intermezzo besorolódott a legnagyobb családi traumák paradigmájába, kezdve az erdélyi meneküléstől, az ostromon, a hadifogságon és a kitelepítésen át 56-ig. Ahogy a németek is 1970 körül kezdtek foglalkozni a náci múlttal, ezt hívják németül úgy, hogy die Bewältigung der Vergangenheit, évek múlva lehetett ezt a kérdést egyáltalában megpendíteni, hogy mi is történt azon a december 23-án a Népköztársaság korábban, Magyar Ifjúság még korábban, Sztálin még korábban, Andrássy még korábban, Sugár út 79, harmadik emelet 24 per Béla bérleményében. Egy távoli rokonunk, Peri és Géza bácsi is bevonódott, ő kiváló hadtörténész, mindannak feldolgozásába, ami a konyhában megesett. Részben az ő szaktanácsai, részben szüleim rendkívül balladisztikus elbeszélései alapján a történteket nagyjából a következő képre konstruálhatjuk. Apám katonaviselt ember volt, pontosan tudtam, hogy a gyalogsági lépés 72 cm. A tepsi viszont 60.
de azt kell mondjam, atyám kihozta a jelenetből a maximumot. Vélhetőleg tehát 44-es jól bordázott, kézzel varrott Bergsteigerével az öreg dinamikusan beleléphetett a 60x40-es tepsi bal sarkába. Ekkor nyilvánvalóan érezte úgy is, mint kitűnő sportember, hogy instabillá vált a pozíció, hasonlóan, mint amikor a síléccel tehén lepényre tévedsz, tehát haladéktalanul stabilizálni kívánta ő a helyzetet, amennyiben, mint fegyelmezett sportsman, az óbudai téglagyár másodosztályú gyephoki csapatának örök tartaléka haladéktalanul mellé zárt. Hát kérem, ebből el lehet képzelni, hogyha kettő darab 44-es bakancs tartózkodik egy 60x40-es tepsiben, akkor ott vagy, mekkora terület maradt megdolgozatlanul. Apám érezte, hogy ebből poénnal nem fog kijönni. Anyám, mint ilyen helyzetekben oly gyakran, fütyülni kezdte az AIDA győzelmi indulóját, és elővette a fiókból a kést. Minden családban van egy kés, amivel vágni lehet, amivel apád az autóját buzerálja, meg a csizmáját takarítja. Nálunk is volt egy ilyen kés, lökés. Ez volt az úgynevezett svéd kés. Ezt anyám elővette, és egy félbetört ágyújegyű kaszakővel, laza csukló mozdulatok közepette, fenni kezdte, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogyha a kés élessége eléri a megfelelő szintet. Ő egy könnyű metszést ejt édesapám nyaki verőerén, és ebben pontot tesz, mint egy rövid, de boldogtalan házasságukra. Apám tisztában volt a deliktum súlyával. A történtek után ő sem akar többé élni. Izsákként próbált észrevétlen maradni, de várta a halált. Valahogy kínjában, vagy talán a helyzetet mentendő, most is előttem van, egy picit így megtámaszkodott a szenes ládán, és a bordák közül, a bakancs talpából megpróbálta így mutató ujjal valahogy a drága töltelék egy részét legalább megmenteni. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. Ez nemhogy nem csillapította, ellenkezőleg fokozta anyám harci kedvét. Én nem voltam hülye gyerek, elképzeltem a szentestét. Hát mondom, az én atyám a szentestét a tepsiben tölti a Szvetenai utcai Bonctan intézetben. Édesanyám a Markóban, eleget jártunk oda beszélőre, különböző szerencsétlen sorsú rokonokhoz. Én pedig volt 6 kis intézetis osztálytársam, ilyen mackó ruhába jártak. Egyikük Szlovák Feri még epilepsziás is volt, amiért nagyon tiszteltük. És elképzeltem, hogy én a szentestét ugye Szlovák Feriékkel fogok így a vörös csillaggal díszített fenyőfa körül így zombizni, és a mennyből az angyal helyett énekelni, hogy fenyő ünnep immár eljő, vagy nem tudom. De ezt mind felmértem. Anyám továbbra is fütyülve az AIDA győzelmi indulóját, mikor úgy érezte, hogy a kés elérte a megfelelő élességi fokot, megindult atyám felé. Nyilvánvaló volt, hogy anyuka másnapra bekerül az Esti Hírlap Fekete Krónika rovatába, az indulati bűnözés rovatba. Ám ekkor atyám fejét csak-csak megsimogathatta a jóisten. Nem nagy poén, de ő a következőt tette. Erőt véve magán felemelkedett a helót a létből. Félretolta a kést, megölelte anyámat, és csak annyit mondott.
Nem baj, angyalka. Én repetten is szeretem. És ez egyszerre volt egy anyámnak szóló szerelmi vallomás. Ebben a szezonban mindössze annyi változott, hogy a szokásos süteményes villa helyett mokkás kanalat is szervíroztunk. A könnyebb fogyaszthatóság kedvéért, illetve minden rosszban van valami jó, nevezetesen erre a szezonra sikerült feloldanunk a mákososok és diósosok antagonisztikus ellentétét, amennyiben feltaláltuk a vegyes beiglit. Gyerekkoromban volt Szentendrén egy triciklis, egy pitlie volt, és abban, mint a Merci embléma, három kupac volt a fagylaltból, úgyhogy ha vegyeset kértél, akkor ő csak kanyarintott. Hát ilyeténképpen volt ez nálunk is. Köszönöm szépen! Édesanyám és édesapám, minden 23-án este véresen összevesztek 2,5 évtizeden keresztül ugyanazon. Az összevezés tárgya a következő volt. Anyám szerint a fát előző este már fel kell díszíteni. Apám kitartott amellett, hogy 24-én reggel elégséges, hogyha az apokalipszis lovasai bedörögnek a bérleménybe, és kezdetét veszi az Armageddon. Apám tudta, hogy miről beszél, őrizte még az utolsó, relatíve nyugodt estét. Az én drága édesanyám ugyanis a 2 szoba alkóvos bérleményben, plusz a társbérlők, igen, egy nagybátyám az kabáttal takarodzott, ő a cselédszobában lakott, az ebédlőben lakott egy Grünberger nevű, elsősorban belsőségek forgalmazásával foglalkozó, és azt gyakran és bőségesen főző csarnoki alkalmazott, aminek folyamányaként nekünk a fürdőszobán keresztül kellett bejárni a lakásba. Ez nekem olyan természetes volt, és hogyha Grünberger a mérhetetlen mennyiségű belsőség elfogyasztása után a mérges macska leengedése céljából a fürdőszobában lévő fajanszra rátapadt, akkor apám öltönyben diszkréten dohányozva szóval tartotta a vendégeket apró történetekkel az előszobában, minthogyha mi sem történt volna, és időnként úgy figyelte a benti eseményeket, majd előre rohant és hevülten feltépte a lichthofra nyíló ablakot, hogy valahogyan a vendég sereget ezután az intermezzo után be tudjuk lopni a lakás belsőbb tereibe. Nos tehát, anyám drága, az erkélyes szoba jobb sarkába vélte megtalálni a karácsonyfának legalkalmasabb helyet. Evel egyetlen aprócska probléma volt, hogy ott egy hatalmas oroszlánlábas vitrin tartózkodott, amelyet atyámmal a megváltó rendkívül profán és mind gyakoribb emlegetése közepette. Át kellett tolnunk az alkóvba. Egy bibi volt, hogy ott a kis tálaló tartózkodott, amelyet vissza kellett tolni a hálóba. A dolog lényege tehát, hogy édesanyám Rubik erdőt messze megelőzve megszervezte a 2 szoba alkóv teljes permutációját, amelynek következtében bizonyos ruhadarabokhoz vízkeresztig nem jutottunk hozzá, tanszerekről szó sem volt. No, elég az hozzá, atyám tudta, hogy mit védelmez, diszkréten hallgatta a Szabad Európa Rádiót, elgondolkozva fújta a kékes füstöt Mátra cigarettájából, amely egy dobozzal 3,40 forintba került abban az időben, és ürmös bort fogyasztott. Anyám visszavonult a konyhába duzzogva, apámmal nyugovóra tértünk, csak a föld alatti finom rezgését lehetett hallani. Apám átszól, azt mondja, mi van a talpal? Hát a talpa sosincs meg. A talpal úgy bánunk az ünnep után, mint az iskolatáskával június 8-án, azt valahova odavágjuk, és senki nem foglalkozik avval, hogy az hol van. Azt mondja apám, lejössz velem a pincébe? Hát ezt nekem nem kellett kétszer mondani. A pincében egy kicsit melegebb volt, mint a lakásban, úgyhogy bezuttyantam bakkancsomba 2 kával,
Apám magára senderítette már apostrofált tiszti ballonját, és leromboltunk a pincébe. Apám elővette a zsebéből a kis acél parancsnoki laposát, és engem is megkínált egy korty ilyen ürömös félével, vagy talán valami rettenetes konyak volt benne, az Isten tudja. Szertartásodra megütött egy gyertyát, és leültünk két tuskóra. Mint férfi a férfivel. Ez volt a szilaj megbeszélések helye és időszaka. Ott zajlott a nemi felvilágosításom is néhány évvel később, rendkívül röviden. Apám azt kérdezte, mit nem tudsz? Mondom, mindent, drága papa. Mondom, de mi lesz a talppal? Azt mondja, apám, hát beszélgessünk kicsit. Na hát ott aztán jól múlattuk az időt, vélhetőleg ez arra ment ki, hogy anyám közben lefeküdjön. Tehát, hogy ne kelljen már nekünk konfrontálódnunk semmilyen kérdésben, és nehogy esetleg még valami feladatot lőcsöljön mi ránk. A lényeg az, hogy hol 6 mázsa, hol 12 mázsa német brikettet kellett a megváltó rendkívül profán és gyakori emlegetése közepette átvasvilláznunk, amely alatt szunnyadt a fatalp. Aztán jó kormosan felosontunk, és a személyi higiénia teljes zárójelbe tételével lábunkat egy kicsit így össze dzsumbizva, hogy mégis a nagyobb spén az menjen a padlóra, fel sem erült, hogy egy bármifajta tisztasági aktust megejtsünk, belesimultunk a vatta, lószőr és tolpihe rendszerbe. Másnap atyám relatíve korán, 8 órakor, hogy páni félelmét kompenzálja némi túlmozgással, beindította a napot, felöltötte elől finoman sáfrányos, hátul diszkréten vonalkódos habseje alsóját, rágyújtott egy mátra cigarettára, állt a szoba közepén, kinézett az erkélyre, és vélhetőleg azon gondolkozott, hogy a Jézuska miért nem hozza be azt a kurva fát. Felöltötte sárkányos dresszinga anyját, kiosont a balkónra, ahol a fa tartózkodott, általában egy mosófazékban, ugye vízbe beállítva. Ez 10 esetből 9-szer jól be is fagyott. Úgyhogy ilyenkor az öregét szömérmesen félrekapva sárkányos dresszinga anyja bal szárnyát, a lompost így alsó madárszárba álcázva, ugye ő így is cigarettázott, mint egykori hadifogoly, alát rössentett a fenyőfának, hogy ez egy kicsikét kiolvadjon ebből az Isten verte fazékból. Ha ez nem volt elég, akkor telefonon riasztottuk a mókusörsöt, mondom, ne brunyálj, azonnal gyere. És mint egy Fellini filmben az egész mókusörs ott brunnyantott, és aztán apám egy könnyű mozdulattal így, ha, kiemelte a mosófazékból a jégtömbbe fagyott karácsonyfát. Na ezek után ő jégcsákányt ragadott, mint Trockij Leó gyilkosa, és harcba kezdett az irdatlan jégtömbbel. Ekkor édesanyám már egy kisebb mentő összeállítást helyezett el az erkély közelében, tetránporból, mulpójából, leukoplasztból és egyéb eszközökből. Hát apám egy másfél órát megküzdött a jégtömbbel, ezen közben jó másfél tucat felhámi és egyéb sérülést szerzett össze, de büszkén behozta a fát. Hol az ég? Az sincs sorra. Hol volt, hol nem volt, volt, amikor nekem kellett lerohanni a pincébe, vágni az mint az alágyújtós. Fatalba beállítjuk a fát, flottul beékeljük, és apám úgy gondolta, hogy magáévá teszi Madács Imre jeles sorát a tragédiából. A gép forog, az alkotó pihen. Rágyújtott egy mátra szivarkára, és azt gondolta, hogy a munka lényegét tekintve elvégeztetett. Az én drága jó édesanyám, aki bizonnyal kitűnő dramaturg is lehetett volna azonban, jó pontokon felbukkanva gondoskodott arról, hogy nehogy túlságosan elbízzuk magunkat, és hogy a délelőttöt mintegy új és új fordulatokkal lássa el. Ő természetesen nehezményezte, hogy atyám alsónadrágban végzi ezt a szentséges tevékenységet, de atyám közölte, angyalka estére lesz smoking, akkor indul az ünnepkör, én most ebben az ornátusban kívánok itt tevékenykedni.
Anyám akkor már ilyen lángoló tekintettel közlekedett, zsebéből szidoros hangedlik lógtak ki, és a hóna alatt valamilyen pitliben, hol egy melegbevertet, hol sodót, hol grillást, hol mákos tölteléket, hol tejszínhabot kevert. Most átvonult a színen, mint a segbelőtt árvány, és csak annyit vakkantott oda az én némi dicséretet váró atyámra. Ferde! Apám szippantott egyet a cigarettából, odaszólt nekem, azt mondja, fordítsunk rajta. Ez látszólag abszolút ellentmond az ábrázoló geometriának, illetve a Monsféle képségrendszernek, de mégsem, mert ha a fenyőfát pont úgy állítjuk a sarokba, hogy az onnan kifele bukjék, akkor nem lehet észrevenni, hogy nem egészen egyenes. De, amint a költő mondja, nem fog a macska egyszerre künsben negeret. Az elfordítás avval járt, hogy hát egy relatíve ágszegény frontja került előtérbe ennek a szerencsétlen fenyőfának. Anyám most sem hibázott, ördögi gyorsasággal keverve a csokoládékrémet, csak annyit mondott, hogy lyukas, magára is minden szart rá lehet sózni. Ezek után talán megszánhatta atyámat, adott neki lehetőséget a javításra. A légcsapón is van egy lyuk, ugye a légynek is megadjuk a sanszot. Mielőtt agyon csapjuk, azt mondja, vágjon ágakat az asztaldíszhez. Ugye akkor nem lehetett kapni semmiet, vagy ha igen drága volt, úgyhogy mindenki maga eszkávált az asztalra valami dolgot. Na, atyám ekkor visszaöltötte sárkányos dresszinganyját, svájci tiszti bicskáját elhelyezte a foga között, és tért könyök helyzetben, mint csingaguk, behatolt a lombozat alá. Hát egy ilyen majd másfél méter átmérőjű, 3,5 méteres fenyőt tessenek elképzelni. A fenyő rejtekében, kihasználva a svájci tiszti bicska fűrész funkcióját, vagy nyeszetelésbe kezdett, amelynek folyamányaképpen a fa tőállománya több mint 60%-át elvesztette. Apám kimászott a fa alól, kiköpött szájüregéből egy adag fenyőtűt, és csak annyit mondott, adjatok egy vodkát, akkor ez már gin. A következő apokaliptikus összerobbanás, amely szintén évről évre bekövetkezett azonos okból, a következőben állott. Mi azt a felfogást vallottuk, hogy a fát a földön kell díszíteni, és ezt aztán teljes ornátusban felemelni a Szent Hokedlira, amelyet lepedővel álcázunk. Anyám nem osztotta ezt a felfogást, azt mondta, hogy összegubancolódik az angyalhaj, az úgynevezett jéglametta. Mi elhatároztuk, hogy kitartunk, mint a spanyol polgárháború hősei, nem törnek át, a földön díszítjük a fenyőfát. Ez, ha nem is gyorsan elkészült, apám az angyalhajat így ilyen impresszionisztikus mozdulatokkal dobálta, hogy az ne legyen túlságosan merev. Hát az, hogy akasztót, drótakasztót vásároljunk, ez elképzelhetetlen volt. Apám szerint a drótakasztó után már az anyagyilkosság következik. Úgyhogy a szaloncukor fedelére tekerte föl az úgynevezett szent pamutot, amelyet valójában anyám szerzett be a Röltexben, a végén ezt elvágta, és bütykös ujjaival, ördögi ügyetlenséggel csomózta ezeket, majd horkoltuk rá ugyebár a szaloncukor. Úgy gondoltuk, hogy készen vagyunk. Nem is ferde, nem is lyukas, asztaldísz is kerül. Egy sóhajjal felemeltük a Szent Hokkedlire művünket, és azt kettő darab damillal balra-jobbra fixáltuk, az egyiket az erkélyajtó tokja mellett ütöttük be egy pici szöget, arra hurkoltuk, a másik irányból pedig egy angol lovas metszet akasztójára, de a damilt itt szépen mögé betettük.
Apám nem gyakran hívta az én drága anyámat. Most mégis kivételt tett, azt mondja, szólj anyádnak. Állt ott összefont karral, és várta, hogy némi dicséretben részesüljön. Édesanyám hóna alatt egy grillás krémet keverve belépett a nagyszobába, és tévedhetetlen biztonsággal mutatott rá szinte nagyszerű művünk sebezhető pontjára. És a csúcsdísz. Ha nincs csúcsdísz, nincs karácsonyfa. Ha nincs karácsonyfa, nincs karácsony. Ez olyan dolog volt, egy osztálytársam az évente 2 darab piros 501-es léviszt kapott, amit nem hívtunk úgy, nem tudtuk mi az az 501-es, kapott csomagból. És volt egy ilyen túlvezérelt mamája, aki minden egyes alkalommal mire hazaért, nem csak a papírcédulát vágta le róla, hanem egy nyisszantással a piros márkajelzést is. Minek az oda palikám? Zokogott a gyerek, mert a farmerja de facto nem volt érvényes, nem volt farmernek tekinthető. Az irányba tehát nem lehetett kétség, hogy a díszt fel kell applikálni. Na most itt egy szörnyű dráma, egy halálmenet víziója tárult elibénk, amennyiben le kell balladni Csuka bácsihoz és elkérni a 4 méteres létrát, amellyel nem lehetett elfordulni a fordulóban azon kívül, hogy kurva nehéz, és ezt fel kell cűgölnünk, amit megtettünk egyébként ősszel a Garmisch-Partenkirchen feltételekor. Az is apámnak szép kötelező gyakorlatai közé tartozott. A másik felét anyám tartotta partvissa és irányította az én drága atyámat, aki légtornászként imbolygott a levegőben. És tudtam, hogy fater már kicsit be is ürbösözött, tehát a helyzet nem volt egyszerű. Megoldhatatlannak látszott néhány másodpercre, meg kell, hogy mondjam. Apám ekkor rám nézett. Láttam, hogy nagy elhatározás érlelődik meg bensőjében. Csak annyit mondott. Hozd be a másik hókedlit. És a sámlit is. Nagy dolgok lesznek itt kibontakozóban, gondoltam, kiosontam, kirodolfoztam a hokkedlit meg a sámlét, nem volt jó erről anyámat informálni, kihasználtam azt a pillanatot, amikor ő éppen valamilyen neuralgikus gasztronómiai műveletbe mélyült el, oda készítem a hokkedlit, apám ledobja a sárkányos köntöst, megvillantja atletikus felsőtestét, és a fa melletti ruhás szekrényre így felhúzza magát, majd fölkéri a hokedlit. Most is előttem van, amint pipaszár lábaival piros Chevrolet papucsába tremolózik ezen. Ilyenkor a cirkuszban már peregnek a dobok. És felhág a hokedlire felhelyezett sámlira, akár a 3 Schneller akrobata csoport untermannja. Föladom a díszt. Próbálja ráügyetlenkedni, de nem lehet, mert megfeledkeztünk arról, hogy a karácsonyfa tetején mi van? Kis bumszlik vannak ott, kis rügyecskék vannak, ej! Föladom a svájci tiszti bicskát, apám előbb fűrész funkcióval próbálkozik, ekkor a maradék 40% tűállomány jelentékeny része hull alá, ezután fogta és kinyitotta a nagy pengét, és a ruhás szekrényre helyezett hokedlin, imbolygó, sámlin, d'Artagnanos mozdulatokkal, különböző vívó trükkökkel próbálta legisszantani a fenyő tetejéről a bumszlikat. Ez sikerült a fenyő némi megrövidítése árán. Égnek a dobseprők, remeg a hokedli, adom föl a csúcsdíszt, oda sem merek nézni. Ebben a pillanatban stentori ordítás hangzik Goethe nyelvén. Christus ist auch für mich gestorben. Értem is, meghalt a megváltó, ordította atyám, és én már csak annyit láttam, hogy ő mint egy koala maci öleli a fát, és háttal Fosbury-be zuhan a dupla családi ágyba. Mondanom sem kell,
hogy azért ennek a bútor átrendezésnek volt némi előnye, mert normális esetben a dupla családi ágy nem ott tartózkodott volna. Tehát az én drága jó atyám nagy bizonyossággal ott helyben leadta volna a szerelést. Édesanyám ugye a benti zajokból az deriválta, hogy itt action van. Haladéktalanul be is osont ő, a hóna alatt szélsebesen egy kis tojáshabot keverve. Odalépett magázólag atyámhoz, akinek a szájában ilyen habcsókok és angyalhajak lógtak, és egy oldalt így próbált kisandítani, hogy mégis mire számíthat, miközben még ölelte a fenyőfát. Anyámnak mindössze egy kérdése volt. Mit csinál? Mire apám így a nyelvével kikotorta, szájából az ott tartózkodó édesárukat és díszítményeket, valamint emberi fogyasztásra nem alkalmas angyalhaj darabokat, és csak annyit mondott, nem látja angyalka, mentem a fát.